Változtas most! A vízvilágnapja alkalmából tartottak ünnepi előadó ülést a Vármegyeházán. Energetikai korszerűsítés, többek között az idősek otthonát is felújítják ebben az évben Rakamazon. Mismita Kimborjú született, már egy hónapos a Nyíregyházi Állatpark legújabb aprósága. Hatalmas károkat okozott az utóbbi 10 évben felerősödő éghajlatváltozás az észak-kelet-magyarországi régióban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Többek között erről is tanácskoztak a szakemberek a Fettivízig és a Magyar Hidrológiai Társaság Vármegyei Szervezetének vízvilágnapja alkalmából tartott ünnepi előadóülésén. Az eseményen elhangzott, jó ütemben halad a nyírség vízpótlását megoldó beruházás tervezése. Változtass most! Ezt a szlogent adta idén a vízvilágnapjának az ENSZ. A Felső Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság Vármegyei Szervezetének megyeházán tartott ünnepi előadó ülése is e köré a jelmondat köré épült. Bodnár Gáspár, a Fettivízi igazgatója kiemelte, az elmúlt 10 évben erősödő éghajlatváltozás egyre nagyobb károkat okoz a Kárpát-medence környezetében is. Egyre hosszabbak a csapadékhiányos időszakok, és utána pedig hirtelen alakulnak ki nagy csapadékok, rövid időn belül, akár villámárvizek is kialakulhatnak. Tehát készülnünk kell a többletvíz, a káros vizek kezelésére is, és a súlyos vízhiányos helyzetek kezelésére is. Ez a ma és a jövő feladata lesz a vízgazdálkodás területén, és hát természetes, hogy változtatnunk kell. Az idei szlogen úgy szól, hogy változtass most, egy felszólító mondat, ami nyugtalanító, hiszen azt jelzi, hogy az ENSZ is úgy gondolja, hogy a 24. órában vagyunk, tehát a vizekkel máshogyan kell foglalkozni, mint ahogy ezt tette az emberiség eddig. Ez a változás pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is nagyon komolyan indokolt. Különösen a nyírség az, amely hatalmas vízhiánnyal küzd. Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke köszöntőjében arról beszélt, jó ütemben halad a térség vízpótlását megcélzó beruházás tervezése. Egy évvel ezelőtt két miniszter társaságában köszöntöttük ezt a jeles napot, és talán már egy évvel ezelőtt beszéltünk arról a megyei, vármegyei vízügy előtt álló nagy feladatról, ami a Tiszából eredendő vízpótlás jelenti a nyírség vízválasztójára. Ennek a tervezése elkezdődő gőzerővel folyik is, remélhetőleg ez év végére, ahogy az uniós projekt elvárja, sikeresen is zárul, és egy újabb hatalmas beruházási dömpinget jelent a vármegyében, illetve a vármegyei vízügy számára is nyilvánvalóan ez a program majd lehetőséget, illetve feladatot ad, hogy az északnyírségnek váró kihívásra megfelelő választ tudjunk adni. Román István vármegyei főispán arra hívta fel a figyelmet, hogy a mindennapok során is takarékoskodni kell a vízzel. Hozzátette, a kormányhivatal munkáját is jelentős vízzel kapcsolatos feladatok teszik ki. Különösen így volt ez a tavalyi évben, amikor rekordmennyiségű asszálykárigényt kellett elbírálni. Hanem magunk is nemzetközi programokban veszünk részt. Például egy határon átnyúló program keretében a Tiszának a vízi monitoringjának a lehetőségét teremtettük meg, illetve szélesítettük ki, ami azt gondolom, hogy a mindennapi hivatali munkánkon túlmutatóan egy olyan plusz feladatvállalás, amit aminek örömeltettünk eleget, és azt gondolom, hogy aminek itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon fontos, Vármegyében nagyon fontos feladata van, de hát találkozunk a vízzel, miközben a vidékfejlesztési pályázatokat gondozzuk, és az öntözéssel kapcsolatos ügyek kerülnek elő. Tehát, hogyha már a mezőgazdaságnál vagyunk, akkor ide sorolnám azt is, hogy a víz meg nem léte, az asszály, az óriási feladatot jelentett számunkra is, mint hatóság számára, az agrárkárenyhítés területén például. Tehát azt gondolom, hogy nem mindegy az, hogy a vízzel hogyan gazdálkodunk. Az eseményen a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vízvilágnapi rajzpályázatának nyertes középiskolásait is díjazták.
A nyári időszámítás mindig március utolsó vasárnapján kezdődik, így idén ezen a héten március 26-án kell átállítani az óráinkat. Vasárnap hajnali 2-kor előre, hajnali 3-ra tekerhetjük a mutatót. Az Európai Unió döntése szerint 2024-ben minden országnak véglegesen át kell állnia a választott téli vagy nyári időszámításra. Ezután több óra átállítás nem lesz, bár ezt a határidőt is már többször kitolták. Mégis, ha nem szól közbe semmi, ez lehet az egyik utolsó óraátállítás, amit átélünk. Valószínűleg sokan várják már az óraátállítás eltörlését, hiszen korábbi felmérések alapján 10-ből 9 magyar megszüntetné a kétféle időszámítást. 2,2 milliárd forintból gazdálkodik ebben az évben Rakamaz. A büdzsé fedezetet biztosít többek között az idősek otthona energetikai korszerűsítésére, mondta 35 perc című műsorunkban Bodnár László polgármester. Készülnek a turisztikai szezonra is, hagyományos nyári rendezvényeiket idén is megszervezik a Tiszaparti városban. Zölden hirdeti a felirat, Rakamazra is megérkezett a tavasz. Az őszi, téli energiaválság miatt több intézmény kellett ideiglenesen bezárni vagy rövidíteni a nyitvatartásukat. Bár a bevezetett intézkedéseknek köszönhetően jelentősen több mint felére tudták csökkenteni a rezsikiadásaikat, a 2023-as évben az energetikai fejlesztések lesznek a középpontban, mondta 35 perc című műsorunkban Bodnár László polgármester. Energetikai fejlesztéseink vannak folyamatban a közintézményeinknél, így a művelődési központ, az egészségház, bentlakásos szociális otthon, ami 47 fő idősnek ad gondozást és elhelyezést, illetőleg a két óvodának az energetikai korszerűsítése, tehát napelemmel történő ellátása, fejlesztése történik, illetőleg a két óvoda épületünknek a külső hőszigetelése, nyílászáró cseréje. Ettől mit várunk? Milliós nagyságrendű megtakarítást, ami az önkormányzatra rá is fér. Rengetegen használnak kerékpárt a településen, de a turisták körében is nagyon népszerű a Nyíregyházát Tokajjal összekötő bicikliút. Ennek használt Rakamazon is érzik. Ez egy nagyon jól sikerült és eltalált beruházás volt a Nyíregyháza-Tokaj közötti kerékpárút. Két részre bontanám, egyrészt közlekedésbiztonsági szempontból a kerékpárosok helyzete, tehát az ott közlekedők biztonsági helyzet vagy jelentősen javult, illetőleg a turisztikai forgalom is megnövekedett. Itt Tokaj előtt azért megállnak Rakamazon, és ott van nekünk a honfoglaláskori leleteket, illetőleg a múltbeli értékeinket bemutató látogató központ, ami már a pandémia ellenére tavaly jelentős mennyiségét, tehát több ezer fős éves látogatottságot hozott. Ezt főleg iskolások, gyermekcsoportok, illetőleg felnőttek is igénybe veszik, de jelentős a gyermekcsoportoknak a látogatottsága. A nyári időszakban is szívesen fogadják a turistákat a városban, májusban majálissal, júniusban lurkó piknikkel, szeptemberben pedig almafesztiválra várják a látogatókat Rakamazon. A 30 év alatti szavazók körében a Mi Hazánk a legnépszerűbb, hangzott el a párt pénteki sajtótájékoztatóján. Mint mondták, egy decemberi és egy februári felmérés is alátámasztja, hogy a fiatalok közül minden ötödik megkérdezett a Mi Hazánkat részesíti előnyben. A párt nyíregyházi szervezetének elnöke hangsúlyozta, ezek alapján a kormánypárt szavazótáborának csökkenése várható, ezért is indítottak óriás plakátkampányt. Az a célja, hogy a fiatalok felé közvetítsük ezt az üzenetet, hogy a saját körükben a Mi Hazánk mozgalom az nagyon népszerű, és bízunk abban, hogy ennek hatására készítést éreznek arra, hogy ne csak szavazópolgárként, hanem munkatársként vagy politikusként is kapcsolódjanak be abba a politikai munkába, amit a Mi Hazánk mozgalom a programja, a Viradat program megvalósításában tűzött ki célul.
2023 az évforduló esztendeje, amely lehetőséget és pályázati forrás biztosít az önkormányzatoknak kulturális programok megszervezésére. Ez is elhangzott azon a tanácskozáson, amelyet a Nemzeti Művelődési Intézet rendezett Mária Pócson. Arról is szó esett, hogy az idéglenes téli bezárások után a vármegye szinte valamennyi művelődési és kulturális intézménye megnyitotta kapuit. A Mária Pócsi Kulturális Központ adott helyet a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei szervezetének szakmai napjára. A szervezet igazgatója azt mondta, az energiaválság miatt ugyan sok hely bezárt ideiglenesen, de munkatársaik ebben az időszakban sem pihentek. Maga a közművelődési feladatellátást az önkormányzatok és a megyében működő szakemberek eddig is ellátták. Nyilván a művelődési háza, közösségi szinterek voltak azok, amelyek zárva tartottak, de ez nem azt jelentette eddig sem, hogy ne lettek volna a településeken programok. Számos olyan a hagyományokhoz kapcsolódó programokat tartottak a megye nagyon sok településén, amelyek értékeket közvetítettek, és amelyek a lakosságnak szóltak. A rendezvényen részt vett Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke, aki azt mondta, kulcskérdés volt a kulturális intézmények újranyitása a helyi identitás erősítése érdekében. Nagyon jó azt látni, hogy mindenki törekszik arra, minden település, minden közösség és minden intézmény, aki a kultúrával foglalkozik, hogy minél hamarabb megnyissa azokat a tereket, amelyel a közönséget újra be lehet csábítani, és ezáltal egy újabb olyan kultúra továbbító csatornát lehet nyitni, érték továbbító csatornát lehet megnyitni, amely úgy gondolom, hogy mind a települések, városok lakóinak nagyon fontos, és ahhoz is nagyon fontos, hogy valóban egy újabb lábbal erősödjön az az identitás, amelyre mi nagyon büszkék vagyunk itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vármegyei szakmai napon szóba került a 2023-as év, amelyben például a Petőfi 200 pályázati lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatoknak tematikus programok megszervezésére. Talán majd második fél évben lesznek olyan lehetőségek, hogy ezekkel akár forrásokat is tudnak lehívni, vagy esetleg olyan pályázati kiírások, amelyek ezekhez kapcsolódnak, és valóban így van, hogyha Petőfire gondolok, ha a Lónya Menyhértre gondolok, Lónyai Menyhért, tehát azért nekünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ezekhez a neves személyekhez mindenkihez van valami kötődésünk, és én azt gondolom, hogy ez feltétlenül a közművelődésbe pedig kötelező kihasználni. Baracsi Endre alelnök a vármegyei értéktár munkájával kapcsolatban arról beszélt, hogy hamarosan újabb elemekkel bővülhet a vármegyei lista. Mondhatjuk azt, hogy folyamatosan tudott dolgozni a Vármegyei Értéktár Bizottság, és most is vannak már olyan javaslatok előttünk, amelyeket mindenképpen meg kell tárgyalnunk a bizottság tagjaival, ezért egy újabb bizottságülés előtt állunk, és szinte biztos vagyok benne, hogy a döntések után bővülni fog a Vármegyei Értéktár. Az értéktár következő ülését március 29-én szerdán tartja Tuzséron. A testület vélhetően újabb helyi értékeket vesz fel a vármegyei listába. Nem vált be az iskolák 10 évvel ezelőtti államosítása, az elmúlt évtizedben romlott a közoktatás színvonala, mondta a nyíregyházi sajtótájékoztatóján Hiller István, az MSZP országos választmányának elnöke. A politikus szerint az oktatási intézményeknek vissza kell kerülniük a helyi önkormányzatokhoz. Azok a városok, például Nyíregyháza, az iskolavárosaink, budapesti kerületek, amelyek képesek és akarják, kaphassák vissza az iskoláikat. A magyar állam pedig, a kormány a központi költségvetésből biztosítsa ennek anyagi feltételét. Azt szeretném, hogyha a nyíregyházi iskolák a nyíregyháziaké lennének. A soproni iskolák a soproniaké, a pesterzsébeti meg a pesterzsébetieké. Ettől javul a színvonal. Ami most van, az nem jó. Már egy hónapos a nyíregyházi állatpark legújabb aprósága. A kis Mismitakin nőstény 220 napi vemhesség után jött a világra, és pár órával a születése után már lábra is állt. A kisborjú születése igazi ritkaságnak számít, mivel a világon alig több mint 170 egyed él állatkertekben. Távolról figyeli stábunkat a Mismitakin borjú, csak anyjával egyszerre mer elindulni felénk. A kis hölgy már egy hónapos, és egyre kíváncsibban figyeli a kifutóban szaladgáló társait, néha be is csatlakozik a játékba, és keresi a lehetőségeket, hogy felmásszon valamire. Ha pedig játékos kedve úgy tartja, egy vékony faággal is lefoglalja magát.
Nem ő az első Misimitakin kölyök, aki egy nyíregyházi állatparkban született, de mind a borjukra, mind a felnőtt egyedekre rendszerint rácsodálkoznak a látogatók. A Misimitakinak nem csak a faj neve, de a külse is igen különleges. Ha ide jönnek a látogatók, akkor rögtön bölényezik, vagy szarvasmarházik. Zák holót alapvetően a kecske formákhoz tartozik rendszertanilag. Az egész test felépítésével a magas hegyeken való mozgáshoz alkalmazkodott. Rövid lábai vannak, nagyon dús, vastag szőrzettel rendelkezik, így a hideg sem jelent számára problémát. És különlegessége a kos orr. Az összes állatnak ilyen, főleg a hímeknek ilyen nagyon erős arc szerkezete van, hiszen ennek segítségével, ahogy mielőtt beállamlik a tüdőbe a levegő, felmelegíti azt a kos orr segítségével. A kis nőstény még nagyrészt anyatejjel táplálkozik, de már a szálas takarmányt is elkezdte kóstolgatni. A gondozók időnként nasit is dobálnak a kifutóba alma és sárgarépa formájában. A borjú pedig már ezeket is próbálja ízlelgetni, de sokszor inkább úgy dönt, játszik az étellel. A természetben mindössze 3500 Misimitakin egyed él, és állatkertekben ritkán szaporodik, ezért is volt nagy szenzáció a nőstény érkezése. Alapvetően az egész világon összesen 175 egyed él ebből az igen ritka takinalfajból, úgyhogy nagyon nagy szó, hogy mi sikeresen szaporítjuk őket. Már évek óta, igazából ahogy itt a tavasz, mi tudjuk, hogy jön egy Misimitakin bébi mindenképpen. Az egész csapat védi az apróságot, aki egyébként 220 napnyi vemhesség után látott napvilágot. A kicsi most körülbelül 15 kilós, kifejlett korában azonban akár 200 kilogramm is lehet. A nőstény borjút már lejelentették a faj koordinátorának, ő fogja eldönteni, hogy másfél-két éves korában, amikor már ivarérretté válik, melyik állatkertbe költözik majd az Európai Faj Megőrzési Program keretében. A háromhetes portugáliai edzőtábor után ezen a héten már hazai környezetben készült Helebrant Máté. A Nyíregyházi Sportcentrum gyaloglója szombaton a szlovákiai Dudincében a 35 kilométeres távon áll rajthoz. Pokrovenszky József tanítványának célja, hogy olyan eredményt érjen el, amellyel biztosítja helyét az augusztusi budapesti világbajnokság mezőnyében. 6 éve edzőtáborozik rendszeresen a portugáliai Albeirában Helebrant Máté. A gyalogló szakák képviselőinek körében népszerű a környék, az év elején 5 hetet töltött ott a magyar válogatott tagjaként. A nyíregyházi atléta aztán 2 hetet hazai környezetben készült, majd következett újabb 3 hét az Ibériai félszigeten. Máté edzője Pokrovenszky József irányításával heti 150-160 kilométert teljesített, mellette gyújtorna és rendszeres masszázs is szerepelt a programban. A sok munkára szükség is volt, mivel ősszel hasfalműtétje miatt több hetet ki kellett hagynia a háromszoros olimpikonnak. Szerencsére azt a kis kimaradt időszakot, ami a műtét miatt zajlott, azt nagyjából sikerült bepótolnunk. Volt pár olyan edzésem, olyan hétvégi hosszú edzésem, amit időre kellett teljesíteni, és ilyen 28-30 kilométeres távon, azok biztatóak voltak. Bár egyedül edzettem és elég dimbes-dombos szakaszokon, de még így is biztató eredményt sikerült elérnem. Ebből kifolyólag bizakodóak vagyunk, hogy hétvégén legalább egy egyéni csúcsot el tudok érni, amit tavaly csináltam Dudincén. Ez egy 2 óra 35 perces időeredmény, ettől szeretnénk jobbat menni. Mindenféleképpen a világbajnokság a cél, szóval erre szeretnénk egy kvalifikációt elérni. A kvalifikációs idő az 2 óra 29-30 másodperc, ez most nem tűnik reálisnak, és ehhez szeretnénk egy közeli időt gyalogolni, amiért egy elég jó pontszámot lehet kapni ahhoz, hogy a világranglistán minél előkelőbb helyen sikerüljön elérnem. A Dudincei verseny hagyományosan az év első jelentős gyalogló viadala. Több ország saját nemzeti bajnokságát is a szlovákiai városban rendezi meg, emellett tengerentúli gyaloglók is rendre vannak a mezőnyben. Mivel Máté az elmúlt években a koronavírus járvány miatt keveset versenyzett, és betegség vagy kizárás miatt több viadalt nem tudott befejezni, nincs rajta a világranglistán. Ezért számára fontos, hogy jó időeredménnyel érjen célba.
Már évtizedek óta ez a verseny úgy zajlik, hogy több ország együtt rendezi a saját országos bajnokságát. Idén is így lesz, 60 induló lesz, a világ minden tájára, szóval Kínából is jönnek, Japánból, Mexikóból. Mondhatni erősebb lesz, mint maga a világbajnokság, mert tényleg aki a VB-re készül, az most tavasszal még versenyzik egy erőset, és utána már tényleg csak a VB-re fókuszál. Nagyon erős mezőny lesz. És nem is, ezért nem is szeretnék a többiekkel foglalkozni, mert az eleje, az élboly az biztos nagyon erős időt fog gyalogolni, és hát ez egy 2,5 órás verseny, a végére is tartogatni kell energiát, szóval mindenképpen magammal kell foglalkozni, úgy kell beosztani az örömet, hogy az nekem jó legyen. Nem a helyezés lesz a fontos, hanem az időeredmény, ezért szépen ilyen egyenletes tempóba kell majd felépítenem a taktikát. A dudincei 35 kilométeres gyaloglást 1 kilométeres körpályán rendezik. Mátit családtagok, barátok és támogatók is elkísérik, így egy kis szurkolótábor is segítheti célja elérésében. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Sürgősen szemléletváltozásra és a vízpótlást eredményező fejlesztésekre van szükség az észak-kelet-magyarországi régióban is. Erről tanácskoztak a szakemberek a Vízvilágnapja alkalmából tartott ünnepi előadó ülésen a Megyeházán. Az eseményen a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság rajzpályázatának legjobbjait is díjazták. Energetikai fejlesztésekre koncentrál idén Rakamaz. 2,2 milliárd forintból gazdálkodik ebben az évben a tiszaparti város. A büdzsé fedezetet biztosít többek között az idősek otthona energetikai korszerűsítésére, mondta a 35 perc című műsorunkban Bodnár László polgármester. Készülnek a turisztikai szezonra is, hagyományos nyári rendezvényeiket idén is megszervezik. Már egy hónapos a Nyíregyházi Állatpark legújabb aprósága. A kis Mismitakin nőstény 220 napi vemhesség után jött a világra, és pár órával a születése után már lábra is állt. A kisborjú születése igazi ritkaságnak számít, mivel a világon alig több mint 170 egyed él állatkertekben. Március 24-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd önöket. Munkatársaim nevében is megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délutántól nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délután 9-13 fokot mérhetünk. Vasárnap gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk, később viszont erősen megnövekszik a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke 10 és 14 fok között valószínű.